Idén megrendezik a 10. Kolonics György emlékfutást. 10 éve már, hogy a kétszeres olimpiai bajnok és a 15-szörös világbajnok magyar kenus, aki két olimpiai bronzérmet is szerzett, edzés közben 36 éves korában meghalt. Az ő emléke előtt tisztelegve barátai, sporttársai létrehozták a Kolonics György alapítványt. Az alapítvány feladata az, hogy Koló nevére azért mindenkinek legyen valamilyen válasza, még a legfiatalabbaknak is, és rengeteg programot, eseményt szervezünk azért, hogy bár 10 éve eltelt, azért ez a sportágban ezután is így legyen, de emellett köszönetet és hálát szeretnék mondani Szemán Robertnek és a Nagy Sportág Választó Szervező csapatának, hiszen az ő rutinjuk, az ő kapcsolatrendszerüknek köszönhetően van ilyen nagy érdeklődés a futóversenyre, vagy a futóversenynek, illetve hát természetes, hogy a sportág beliek azok szintén a magukénak érzik ezt az eseményt, és így az alapozó időszak kezdetén ez még nagyon könnyen be is illeszthető a programba. Szeretnénk azokat az értékeket közvetíteni és a fiatalok számára fontossá tenni, amelyeket alapvetően különben úgy gondolunk, hogy fontosak, és Koló ezeket meg is személyesítette annak idején. Szerintem nagyon kevés olyan sportoló volt, akire a kortársai is példaképként néztek föl, és Koló ilyen volt. Nyilván sokat beszélhetnénk arról, hogy ő valóban egy kiváló sportoló volt, és számtalan olyan kérdésben ő az egyetlen olyan kenus, aki két olimpiát nyert magyar, ő nyert a legtöbb világbajnokságot, és még hosszan sorolhatnám, hogy mitől volt ő különleges sportoló és különleges ember, viszont mindemellett hihetetlen szerénység és alázat jellemezte az ő sporttevékenységét, és emiatt volt ő igazán példakép, nem feltétlen az olimpiai bajnoki címei miatt. Én azt gondolom, hogy ez az, amit nekünk most közvetítenünk kell, és minden ilyen eseménnyel, mint amilyen például ez a futóverseny is lesz, hangsúlyoznunk kell.